Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai baranyai és tolnai körképünkből megtudhatják, milyen edzőtáborok és napközik zajlanak éppen, a felkészülés mely szakaszában vannak a csapatok, illetve a hamarosan rajtoló labdarúgó bajnokságokról is lesz szó. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakosztálya által szervezett új kis atléta palánták toborzására is hivatott sportnapközis tábor zárónapján bevett szokás, hogy ismert válogatott atléta tesz látogatást, és a lehetőségek szerint amolyan interaktív módon bekapcsolódik az éppen zajló foglalkozásba. Idén nem egy versenyző érkezett, hanem egy házas pár. Zsivócki Attila és felesége Kocsis Györgyi több próbázó. Attila, aki a korábbi VB bronzával a legnagyobb eredményt hozta 10 próbában a magyar atlétika számára, már aktív edző a budapesti Honvédnál, és ő irányítja Györgyi felkészülését is. Zsivócki Attila volt a 2020-as nyári szekszárdi napközis atlétikai tábor vendége az idén. A 10 próbázás, ez ugyebár 10 versenyszámból áll, minden idők egyik legkiválóbb magyar versenyzője, Zsivócki Attila pályafutása a csúcsán egy világbajnoki bronzéremmel gazdagította a magyar atlétikát. A legendás kalapácsvető Zsivócki Gyula fia nem egyedül érkezett, hanem feleségével, Kocsis Györgyivel, aki még vele ellentétben aktív. Györgyi szeretne még egy emlékezeteset alkotni, például a jövő évben esedékes olimpián, ahova el szeretne jutni. A sokoldalúságot igénylő versenyszámok, az ugró, a futó és a dobószámok együtteséből álló 5-7 és 10 próba jelentős hazai szakemberei ők, akik az ilyen váltó és sorversenyeket, amilyen Szekszárdon volt, főleg kisgyerekkorban, nagyon is szorgalmazzák. Éppen ezért könnyű volt a békát a tónak ugrasztani, amikor Serrer Tamás táborvezető felkérte őket, mivel a rossz idő miatt amúgy is terembe szorultak, legyen az ő kedvük szerint hangulatfokozó sor- és váltóverseny a zárónapon. Zsivócki Attila már a negyedik X-én túl lezárta pályafutását. A budapesti Honvéd szakági edzőjeként szeretné a látókörébe került gyerekekből a maximumot kihozni. A legjobb tanítványait különböző világversenyekre eljuttatni, így a tokiói olimpiára is. A versenyzői pályafutásával kapcsolatosan abszolút elégedetten nyilatkozott. Én azt gondolom, hogy kevés tízpróbázót mondhatja azt a pályafutása végén, hogy kihoztam magamból a maximumot. Mindig van lehetőség javítani és jobb eredményeket elérni. Én szerencsésnek gondolom magam, hogy ki tudtam magamból közel hozni a maximumot, de persze mindig lehetett volna jobb is. Kocsis Györgyi már a diák olimpián is 4 próbázott, és ez előre vetítette, hogy a seddülőkorban kezdődő igazi sportpályafutása a próbázásra való felkészülés jegyében történjen. Én mindig abban a típusban vettem részt, ahol az ugródobó és futószámok is szerepelnek, és megragadtam ennél a szakágnál, hiszen ugye ez később bővült 6 próbára, majd 7 próbára, és mindegyiket élveztem, jól ment, és emiatt ragadtam meg a 7 próbánál. Az 5 próbában tudott nemzetközi szinten kitűnő eredményt elérni, a fedett pályán elért EB bronzérem ezt fényesen jelzi. Györgyi a legutóbbi a riói olimpián is derekassan helytált, 6442 elért pontjával a 8. helyet szerezte meg az 5 próbázó hölgy, aki 35 évesen is reménykedik, lehet ennél még egy kicsivel jobb is az összetett pontszáma. Mindenben úgy érzi az ember, hogy még tud fejlődni, hiszen azért soha semmi nem tökéletes, tehát ha erőlétileg fejlődök, az is minden versenyszámomon meglátszik, ha technikailag fejlődök, ha ügyesedek, abban úgy is. Tehát nem érzem úgy, hogy bármelyik versenyszámom tökéletes lenne, úgyhogy erre nagyon nehéz válaszolni. Az is nagyon nehéz, hogy már azt az utolsó pici 1 centit, akár mondjuk egy magasugrásnál rá tudja tenni az ember. Férjétől, Zsivócki Attilától minden bizonnyal megkapja a rá egyéniségére adaptált legjobb
edzői mesterségbeli fogásokat. A VB bronzérmes klubedzőnek bizony legyezné a hiúságát, ha előbb-utóbb a magyar válogatottnál felkérnék a próbázók szakmai munkájának irányítására. Építő jellegű kritikája is van a helyzet jobbítására. Ez nem rajtam múlik természetesen. Az biztos, hogy a több próbázást egy kicsit jobban össze lehetne fogni Magyarországon. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szakág, amiben a nemzetközi eredményesség jó lehet, és érdemes lenne több energiát fektetni a felkészülésbe. Zsibocki Attila szemléletváltást sürget a próbázó utánpótlás nevelésben. Úgy látja, az egyes atlétikai szakágak kiválasztását időben még jobban el kellene tolni. Amiből szerinte mindenki csak profitálna a későbbiek során. A magyar bocsások legkedveltebb versenye a Paksi, amit Ürgemezőn egy strand területén rendeznek. A 12 csapatos mezőnyben 5 szlovák és egy cseh csapat is indult, így 3 ország versenyévé nőtte ki magát a viadal. A házigazda Paksi klubot ezúttal 2 bocsás képviselte, akik egy szlovák és egy cseh versenyzővel alkottak nemzetközi csapatot. A műanyag golyókkal történő bizonyos szabályok közt végzett gurítás, illetve dobás kedvelői gyűltek össze egy meghívásos országos versenyre egyik kedvenc vidéki helyszínükön, a Paksi Ürgemezőn található strandon. Kevés ilyen lehetőség van a bocsások számára, ahol a kellemest össze lehet kötni a hasznossal, éppen egy élményfürdő területén versenyezhetnek. Pakson hosszabb idő után ilyen ideális körülmények között rendeztek végre Magyarországon versenyt, nem is akármilyet, mégpedig nemzetközit az Ürgemezőn található strandon. 6 magyar csapat, köztük a Paksi együttes mellett egy cseh és 5 szlovák csapat 3-4 fős formációja indult el a kétnapos versenyen, aminek az idén is volt egy sajnálatos apropója, ami miatt ismét emlékverseny lett egyben a Paksi viadal. Tavaly is egy sportásunkra emlékeztünk, Tóth János barátunkra, aki váratlanul elhunyt. Sajnos idén is ezzel kellett megküzdenünk, hogy Berki Balázs barátunk egy súlyos autóbalesetben szenvedett, úgyhogy az ő emlékére tartjuk ezt a tornát. De nagyon-nagyon nagy örömmel jövünk, nem csak a Balázs miatt, hanem egyáltalán ide Paksra, a barátaink miatt, értetek, titek, emiatt, a strand miatt, ez nekünk egy kultikus helyszín. A verseny rangját, a mezőny erősségét nagyban növelte, hogy ott volt a mezőnyben a magyar bocsasport első komoly nemzetközi sikereket elérő fővárosi párosa, a Perger Patrik Rácz Gergő duó, a fővárosi Titok Zokni csapata képviseletében, akik tavaly az IFI Európa-bajnokságon ezüstérmesek lettek, vagyis másodikak, és már főleg a járvány okozta elvesztegetett hónapok miatt gőzerővel edzenek, hogy utolérjük magukat a világbajnokságra, amit jövő évben Rómában rendeznek meg. Kedvenc részem a játékban a dobások. Azt hiszem, ez egy laikusnak is ez a leglátványosabb rész, amikor odaállok, és nem az, hogy csak gurítok, hanem tényleg az ellenfél játékába is tulajdonképpen belerondítok akár. És nem jellemző az, hogy nincs olyan rész, amit nem szeretek, tehát tényleg az egész játékot nagyon szívesen űzöm. A bocsa eredményes űzése a jó fizikum mellett bizony szellemi felkészültséget is igényel. Fejben is ott kell lenni, nem csak fizikailag, én jelenleg heti 2-szer járok 2 órában. A VB-n is, noha az előviszonyokat pontosan még ők sem ismerik, szintén a dobogós helyezés elérése a cél. Európából 6 csapat jutott ki a római világbajnokságra. Azzal a játék minőséggel, amit letettek a pályára, hát azzal mindenkinek a elismerését kivívták, tehát a legnagyobb vezetők is ott tapsoltak, és olyan dolgokat csináltak, hogy én is csak lestem. De nagyon-nagyon jó érzés volt az, hogy élvezik a játékot, tudják a játékot, azokat a játékelemeket, amit előre megbeszéltünk, egyrészt pontosan betartották, és végre is hajtották, és ennek a szép eredménye ez a második hely. De mi többre készülünk. Tehát ez a világbajnokságon mi nagyon-nagyon szép eredményeket várunk, gondolunk. A Paksi Bocsa Klub, mint házigazda egyesület, nem önálló csapattal indult ezúttal, hanem egy nemzetközi vegyes csapatban vett részt a kétnapos többfordulós versenyen. Cseh Attila elnök pályaépítő mindenes, és Szabó Szintia
paksi versenyző, a Csehországból érkező Kovácsik Péterrel és a szlovákiai Rudo Rózával alkottak egy nemzetközi csapatot. Egyik közülük már nagyon régi ismerősük. Most már 6 éve járunk oda, az ott a barátaink meghívására, és tavaly évben az én általam vitt csapat, mert ez úgy van, hogy klubcsapatbajnokság, nem nemzetközi, és a klubcsapatbajnokságba a Paksi klub van meghívva, ezért szoktunk egy kis szponzorációt is kapni a hivataltól, mindig visszaigazoljuk, hogy mit értünk el, és tavaly... Itt a Paksi nemzetközi versenyen 3. lett ez a nemzetközi magyar-szlovák cseh, mondhatni V3 összetételű együttes. A győzelmet egyébként a legjobb szlovák csapat szerezte meg a budapesti Csillám céllövő Ese csapata előtt. A folytatás Losoncon, ahol a paksi bocsások szinte már törzsvendégnek számítanak, és persze, hogy ott lesznek most is majd a mezőnyben. A rendszerváltozás utáni években a Szekszárdról elszármazott komoly karriert befutó labdarúgók közül a legismertebb Fehér Csaba, a magyar válogatottnak is 2 ciklusban oszlopos tagja volt, aki hollandiai évei alatt a híres PSV Eindhoven csapatát is erősítette, kölcsönben egy bajnoki évben. A Dárdai Team tagjaként éli ki öreg fiúként a focizás iránti vágyát, miközben Budapesten az Újpest vonzás körzetében tevékenykedve készül arra, hogy valamelyik klubnál sportvezetőként, menedzserként előbb-utóbb feladatot kapjon. A holland élvonalbeli labdarúgó klubnál a Bredánál eltöltött, csaknem 1 évtized után pályafutása lezártával úgy gondolta a szekszárdi származású, a PMFC-ben annak idején feltűnt játékos, aki idehaza az MTK-t és az Újpestet is megjárta, és természetesen a magyar válogatottnak is oszlopos tagja volt, hogy belekóstol először az edzőségbe, kitanulja azt. Ám ma már másfelé, a sportvezetői szakma felé orientálódott. Ez egy nagyon fontos lépcsőfok volt az elején, hogy én edzősködtem is, ugye akadémián is dolgoztam is különböző egyesületeknél, és rájöttem, hogy nem biztos, hogy ez nekem való feladat szerepkör. Ebben viszont, hogy sportigazgatóként kicsit így a háttérből irányítva, támogatva akár az edzőket, akár a játékosokat, mondom, hogy én jobban megtalálom saját magam. Több száz mérkőzés, egészen pontosan 444 élvonalbeli találkozót jegyez, 44-szer lépett fel a magyar válogatottban. Ma sincs meg játék nélkül a 46 éves Fehér Csaba, aki a legendás Dárdai Teamnek oszlopos tagja, akár eredeti posztján jobb hátvédként, akár középpályásként is, mert hogy ott is szerepelt. Gerjenben rendezett jótékonysági mérkőzésen is a csapat alapemberének számíthatott rá, barátja, kortársa, Dárdai Pál csapatkapitány. Fehér Csaba mostantól már sportvezetőként nem kötődik egyetlen vagy több klubhoz sem. Júliustól ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség alkalmazásában áll. Én július 1-től csatlakoztam a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, és a korosztályos válogatottaknak a munkájáért, szakmai munkájáért felelek. Őket segítem az előbb említett formában, háttértámogatás, ebben próbálok most kiteljesen. Fehér Csabával gyakorta találkozhatunk az egyik sportcsatorna képernyőjén, mint a foci, elsősorban a nemzetközi foci szakkommentátora. 2 topligáról mondja el a véleményét, de... mint mondja, első számú kedvence ma már a magyar foci. A magyar utánpótlás a kedvencem, és utána úgy gondolom, hogy az angol foci az, amelyik közel áll. Szerencsére ez a csatorna, amelynél dolgozik, a Premier Liga meccseiből is válogathat. Láng Géza, a Magyar Tornaszövetség Sport 21 program felelőse tartott egyhetes edzőtábort a PSN ZRT fiú tornászainak. Az országos program célja, hogy az anyagi mellett szakmai támogatást is nyújtsanak a kiválasztott kluboknak, köztük a PSN ZRT-nek. A szakember szerint több olyan fiú tornász is van Pécsett, aki az ifjúsági válogatottságig is eljuthat.
A torna 18. sportágként került be a Sport 21 elnevezésű utánpótlás nevelési programba. A támogatott városok köztük Pécs edzőinek és tehetséges sportolóinak minden nyáron szerveznek közös edzőtábort. A koronavírus járvány miatt azonban az idei tatai tábor elmaradt, ezért az utánpótlás program koordinátora Láng Géza végiglátogatja a támogatott klubokat. A szakember július 20-a és 24-e között Pécset tartott edzőtábort a tehetséges fiú tornászoknak. Program lényege az, hogy ez a utánpótlásnak a legalsóbb szintje a tornának, és itt lehetőleg megtalálni azokat a tehetségeket, akik esetleg a tornában majd a jövőt illetőleg számításba jöhetnek. Én úgy gondolom, hogy itt Pécsett nagyon jó lehetőségek vannak, el lehet jutni legalább egy olyan ifi válogatottság szintjére. Ehhez olyan szakmai segítséget nyújt a Tornaszövetség, hogy évente rendez ilyen edzőtáborokat, ezek elsősorban a szakembereknek a szakmai fejlesztését szolgálja. Ez általában különböző helyeken szokott létrejönni, nyáron szoktuk tartani, amikor az országból 25 edző összejön, és hoznak magukkal 2-3 gyereket, tehát közel 60-70 fővel végezzük el az egyhetes munkát. Idén a koronavírus miatt sajnos elmaradt, lett volna Tatán, egyébként volt Egerbe, Miskolcon, Győrbe, tehát minden évben egy másik tornaterembe megyünk el, és a lényeg az, hogy egy hétig együtt van az utánpótlás, magyar utánpótlásnak a kréme, és megpróbálunk egymástól tanulva, a tapasztalatokat átadva a fejlődés irányába elindulni. Most tulajdonképpen azért jöttem le Pécsre egy hétre, ennek én vagyok a vezetője, én koordinálom, azért jöttem le, mert ez elmaradt ez a tatai táborozás, és most igyekszem eljutni azokra a helyekre, ahol segítséget tudok nyújtani. Nagyon egy hét alatt nagyon megszerettem a gyerekeket, ez így működik, és annak ellenére, hogy szigorú vagyok, és megkövetelem a dolgokat, én úgy érzem, hogy érzik azt, hogy nagyon sok mindent kapnak szakmailag, ami majd további munkájukban valószínű, hogy látható lesz. És van, tehát az öröm számomra, hogy azért csak egy 50 éves edzői tapasztalat van mögöttem, és rögtön azon a szemüvegen keresztül nézem a gyerekeket, hogy hol látok tehetséget, hol látok olyan gyermeket, aki következetes hosszú munkával el tud jutni a válogatottság szintjére, és ebben a társaságban is látok egy olyan 4-5 gyereket, aki megfelelő kezeléssel el tud oda jutni. Flórián 6 évesen kezdett el tornászni, kedvence a gyűrű és a nyújtó. A fajnát kézen álltunk, meg nyújtóztunk is, meg gerendáztunk, meg ülőtartástunk, hogy így szétnyitjuk közben így a lábunkat, és kézen álltunk is, meg kézen jártunk is, és gyűrűztünk is, meg ennyi csináltunk, meg még ugye ertre kezdtünk is, itt szaltoztunk, meg a dobantóról, meg egy szürke dobantóról, ugyanra a kékre így szaltunk. A PSN ZRT fiú tornászaival Márkovics Gábor foglalkozik, aki, mint elmondta, sokat tanult ez alatt az egy hét alatt Láng Gézától. Sajnos nem voltam tornász, de viszont én úgy érzem, hogy én nagyon elszánt vagyok ez a sportág iránt, és én mindenre vevő vagyok, mármint hogy tanulás szempontjából, és pont ezért is jött le a Láng Géza, hogy engem így mond neveljen, illetve majd még fogok menni én is fel Pestre nagyobb egyesületekhez, mondjuk a Fradihoz, vagy a KSI-hez, és akkor ott ugyanúgy tanulok.
A Sport 21 programmal a Magyar Torna Szövetség célja a tömegesítés, az azonos irányvonal mentén való haladás, felmérők kijelölése, valamint segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdésekben. Edzőmérkőzést játszott a PMFC Sportolda az MTK Hungária FC ellen a Leány labdarúgó bajnokság rajtja előtt egy hónappal a Bói sporttelepen. A két egyesület évek óta kitűnő szakmai kapcsolatot ápol, és a felkészülési mérkőzés jó szintfelmérő volt a 2020-21-es szezon rajt előtt. Magyar Széken edzőtáborozott az MTK U14-es leány labdarúgó csapata, a hazautazás előtt pedig két felkészülési mérkőzésen is pályára lépett Tóth Judit együttese. Előbb pénteken a komlói U14-es fiú csapat ellen nyert 2-0-ra a gárda, majd szombaton a PMFC Sportolda U14-es leány labdarúgói ellen 2-2-es félidő után 4-2-re tudtak nyerni a budapestiek. A két lány együttes között rendkívül szoros a kapcsolat, az MTK fiók csapatának tekinti a Sportoldát. Hát ilyen vereség után szoktak mondani, hogy fárad a lábóik, sokan edzünk, tehát én nem ezt mondtam. Tehát úgy gondolom, hogy úgy edzünk, ahogy kell, amennyi edzés kell, az van még futás. Kicsit fejbe feladtunk ott kettő-kettő után, fölöttünk kettő-kettő után, elfáradtunk. Még mindig azt mondom, hogy ez a mentalitás, az fejbe kell összerakni, és utána nem lesz gond. 22-dik indul a bajnokság, hát 4 edzés plusz 2 egyéni edzés van, úgyhogy 6 edzés van, minden hétvége mérkőzés. Úgyhogy dolgozunk ők elmény minden nap. Hát most, hogy kicsit átvárjáltak a csoportok, az U14 majdnem profi lett, olyan csapatok kerültek, mint a Fradi, a Honvéd, a Felcsút, az MTK, az Újpest. Mondom, az U14 mindenképpen az első 3, U16 az első 5. A pécsi csapattagja Kőmíves Amira is, aki tavaly decemberben vehette át a Jó Tanuló, Jó Sportoló díjat. Hát szerintem nagyon izgalmas volt az egész. Igazából a kis passzokba kéne jobban fejlődnünk, mert azok mindig az ellenfélnél jutottak, úgyhogy az kicsit javítani kéne. Az MTK csapata az U14-es leánybajnokság középcsoportjának élén végzett a csonka szezonban. A célok nem változtak tavalyhoz képest. Szerintem nagyon jó meccs volt, és jól játszottunk. Most formában van a csapat. Most volt egy edzőtábor, viszont edzéseim még ebben a szezonban nem voltak. Az MTK 4 új játékost igazolt, köztük Szabó Melisszát, aki az UT-tól érkezett. Nagyon jól ment szerintem, mert egy kicsit féltünk, hogy most kikapunk, de most sikerült végre megverni őket. A MOL Fehérvár FC-től érkezett Tasi Kata a csapathoz. Hát én a Vidiből jöttem, és azért jöttem el onnan, mert nem voltak olyan jók az edzések, sok volt az új, akik ugye előről kezdték, és mi már megütöttünk egy szintet, és szerintem itt több a lehetőség. Eddig fiúgárdában játszott Borzák Lilian, ő a Csepgól FC-től igazolt az MTK-hoz. Én a Csepgól fiú csapatából érkeztem, azért, mert ugye fiúk között játszottam, és úgy éreztem, megerősödtem, és kiszerettem volna próbálni lányok között játszani. A fiúknál nagyon sok a harc, és ott nagyon gyorsak a játékosok, nagyobb a fizikumok, és itt könnyebb érvényesülni lányként. A bajnokság augusztus 22-én rajtol. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!